December 14-én múlt héten kedden érkezett meg hazánkba az első gyerekeknek szánt vakcina szállítmány, ami 138 ezer adag oltóanyagot tartalmazott. Ebből első körben 69 ezer adagot adnak be az ország 77 kórházában kialakított oltópontokon, illetve a gyermekházi orvosi és a vegyes praxisú rendelőkben. A vakcinát a Pfizer készítette, ez ugyanaz a készítmény, amit a felnőttek is kapnak, csak más a koncentrációja. A kiszerelése is más, ezért például egy fontos tudnivaló az, hogy a gyerekeket tízesével csoportosítva tudjuk oltásba részesíteni, annak érdekében, hogy takarékoskodjunk, gazdálkodjunk, ne dobjuk ki a maradék oltóanyagot. Ez egy bizonyos fokú szervező munkát igényel, úgyhogy adott esetben találkozhatnak a szülők ilyen kéréssel, hogy időpont módosítással kapcsolatban megkeresik őket a munkatársaink. A gyerekek oltásához ugyanis a szülőknek először online regisztrálniuk kell, ezt követően pedig időpontot foglalni. Szekszárdon a gyermekosztályon zajlik a vakcinálás, amit kifejezetten a kicsikkel foglalkozó szakemberek végeznek, hétköznapokon délutánonként, illetve hétvégente délelőttönként. Így a folyamat nem zavarja a mindennapi feladatellátást. Eddig nagy népszerűségről tudok beszámolni, tehát a múlt szerda óta, ami oltási időpontokat tudtunk nyitni, azok mind elkelt az összes kiajánlott oltási időpont, úgyhogy folyamatosan dolgozunk az oltási időpontoknak az újranyításán, illetve amennyiben szükséges és ameddig a lehetőségeink engedik az oltási kapacitás növelésén. Idehaza eddig már több mint 40 ezer gyereket regisztráltak be a koronavírus elleni oltásra.